A szekszárdi közgyűlés elfogadta a 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban megvalósult top források felhasználásáról szóló beszámolót. Az utóbbi két évben valóban fölgyorsult, 9 milliárd forint került felhasználásra, ami sajnos a hosszú idő miatt előkészületek 2014-től történtek, és az árajánlatok is ilyenek voltak, úgyhogy nem volt elég a keret, és sajnos ráemelésre volt szükség. Ezt a ráemelést Horváth István országos képviselő közben járásával tudtuk elérni, és az utóbbi két évben 9 milliárd forint felhasználásra került. A vármegye székhelyen nemrég elkészült terület és település fejlesztési operatív program keretében megvalósult beruházások közé tartozik, például a Zöldváros program és a Szőlőhegyi óvoda is. A közgyűlés az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelettel kapcsolatban is megszavazott egy fontos módosítást, amely kettő részből áll. Az egyik az az, hogy ezután lesznek piaci alapú bérlakások is a vagyonkezelő kezelésébe. Jelenleg szociális alapú van, költség alapú és nincs piaci alapú. Ez azt jelenti, hogy a lakások felújítására nincs keret, nincs miből felújítani a lakásokat, mivel csak a költséget fizetik a bérlők, a lakásnak valós költségét, és ez a következő időben egy pályáztatás során fog a piaci alapú bérlakás menni, ami komoly döntés volt a közgyűléstől, hogy amennyiben egyenlőség van, akkor ki kapja meg. A licit az arról szól, nem a lakás bérleti díjáról, hanem hogy a bérleti díjat előre ki mennyit fizet, ez maximum egy hónaptól 24 hónapig lehet az előre fizetés, ki mennyit vállal, és ha egyenlőek a feltételek, akkor viszont sorsolásra fognak dönteni egy bizottság. A másik módosítás egy sajnálatos eset következtében vált indokoltá. Máté Péter kezdeményezésére a testület elfogadta az ezzel kapcsolatos javaslatot is. Szekszárdon a Szőlőhegy utcában leégett egy gyermeket váró fiatal pár lakása. Az apa a gyermek érkezése miatt épp a ház felújításán dolgozott. Itt szembesültünk azzal, hogy a ház lakóinak, a tulajdonosoknak tudunk adni krízishelyzeti lakást, viszont ez csak 180 napra és 90 napra hosszabbítható, és utána nem. Ennyi dolog nem valószínű, hogy elkészül egy leégett ház, vagy akár lehet, hogy van olyan helyzet, hogy el sem készül, és ezért hozott a közgyűlés egy olyan döntést, hogy amikor ilyen helyzet van, tehát krízis helyzetre kapott lakás használóknak, tudunk adni pályáztatás nélkül, tehát pályáztatás nélkül tudunk adni városi bérlakást. Így a most szerencsétlen sorsú pár igénylés esetén térítés ellenében még 5 évig lakhat az önkormányzati ingatlanban.